felháborodott lakók jelezték nekem, hogy a mögöttem látható építkezésnél a Rákospatakban engednek szennyvizet, vagy legalábbis már a bekötést megcsinálták, és olyan fákat vágnak ki, fasorokat, ami teljesen egészséges volt. És hogyha itt körülnézzünk a környezetben, ez Zuglónak a zöld szíve, itt a Rákospatak, és a Rákospatak melletti kerékpárút, gyerekeket sétálnak, babakocsiba tolják, futnak, kutyát sétáltatnak, erre a fákat, a zöldet kiírtják a lakosok megkérdezése nélkül, felháborító. Én nem hiszem, hogy egészséges fák kivágására engedélyt adnak, meg arra, hogy egy szabadvízű Rákospatakban, ami a Dunába folyik nem olyan messze, szennyvizet engedjenek. Ez még egyszer mondom, felháborító. Több mint valószínű, hogy a lakosok már jelezték nekem, meg a civil szervezetek, hogy tüntetéseket fognak szervezni, hogy vagy pótolják a fákat, és ezt a két rondalukat, amit láttunk is, azt megszüntessék, és a szennyvizet oldják meg másképpen. Gondolom így olcsóbb, hogy nem kell fizetni, hogy súgy befolyik a patakban. Megyek be az önkormányzatba, és akkor fogom kikérni az engedélyeket, és megnézni, hogy milyen engedélyek alapján vágták ki itt a fákat, meg milyen engedély alapján engedik be a szennyvizet a Rákospatakba, és hogy ki adta ki ezeket az engedélyeket, hogyha van engedély.